Városunk egyik legforgalmasabb pontján, a buszpályaudvar és a gyorsétterem közötti parkolóban, szeptember 25-én kora délután adásvétel közben csaptak le a rendőrök, két drogárusra és vevőjükre. A Nógrád megyei rendőr főkapitányság felderítő osztályának és a Salgótányi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai a tegnapi napon három szemét értek tetten kábítószer adásvételekor Salgótarjánban a belvárosban. Az eddig beszerzett adatok alapján az 53 éves Salgótarjáni nő részére a 22 éves és 23 éves budapesti férfi az előzetesen megbeszélt időpontban és helyen több mint egy kilogramnyi zöld színű növényi törmeléket, azaz kábítószer gyanús anyagot értékesített. Mindhárom három szemét a kollégák elfogták, és a Salgótányi rendőrkapitányságra előállították, ahol visszaélés kábítószerrel büntette miatt kezdeményeztek ellenük eljárást, mindhármójukat őrizetbe vették.